csütörtök van. Nem mentünk se suliba, vagy mi, se dolgozni, se óviba. Christopher belázasodott tegnap éjjel. Úgyhogy itt vagyunk. Majd hívjuk nem sokára a doktornőt, hogy mi legyen, átvigyen, ne vigyen, mit mond. Hagyjam még lábcsillapítás, vagy valami. Nem vagyok ki pihenve újra. Pont egy 12 óra után, tegnap. Meg tegnap előtt is 12 óráztam. Hogy pénteken ne kelljen mennem. És akkor erre a csütörtökön sem megyek, öcsi. Na mindegy, ez van. Nem tudok ezzel mit csinálni. Hiába rágódok. Ez van. Most kérek még viszont. Adok. 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 Mindig csak a vizek. Nem lesen meg ilyenek. Barna lesz a hajam. Gyémánt barna. Azt nem is értem ezt a izé. Neve, fantázia nevet. De befest. Remélem jó lesz, majd megnézzük. Észmoszt hajat kasszalok. És fölvetem a virág gatyáját, Móni. Hogy? Jó, ez nem a legkisebb gatyája, de durva, hogy ez a tegnap kikanyíztam a fürdőbe, semmi nem látszik. Csak ide tudom tenni igazából. Mónika. Christopherrel itt van vagyunk. Hányt. Eddig csak lázas volt. Ez nagyon szörnyű. És ma reggel fölkeltünk. És hányt. Boldog vagyok. Milyen live azok. Na, elmentünk kocsikázni kicsit ide az erdőbe, Christopherre, mert már sehogy nem bírtam vele. Ugye live-oztam, meg Petivel is, aztán vettünk egy hűtőfürdőt, fog meg a kezem, nem tudom mennyit ért. A kezed jó, fejecskéd meleg? Hát egy kicsit az még meleg. De mondom, most akkor mondta, hogy jöjjünk el autózni. Nem sokára el kell mennem úgyis a virágért, addig is. De azt mondja, fáj a torka, úgyhogy lehet, hogy a mandulája lesz ez. A sétakocsikázunk. Milyen szép. TKG 2015 Máza. Fűj, de benzin szakban, Móni. Érzed te is? Valamit érzel? Ez full lemerült.
kormányt fogtam, megrázta az út. Megmozgatta a kormányt, azt hittem, hogy kijöttem a energitajjalt. Amúgy nem is értem, hogy miért nem használom ezt a tartót. Itt a Super Mario adott, azt szerintem be kell állítsam az én. Én meg itt pofázok, az be se fog nyomba magam. Akkor lehet nem vettem fel semmit. Kiment a szénsav. A... Mi ez? Energitajjalból. Hova érünk, Mikó? Ha? Hova akarsz érni? Fönt van az ülésem meg. Krisztofer? Hova érünk? Nem is arra indultunk. Még ráérünk, mert kettőig dolgozik. Húzom itt az időt, de még csak 1:08. Hát annyi darab alatt Pécsre beérek. Sú, én olyan álmos vagyok, azt megmondom az őszinteségemből, mint az har. Alszol vele? Jó. Ja, rágózni akartam. Érzed megint ezt a benzinszagot? De most egy tök sokáig nem lehetett érezni, baszki. Amikor rászkodik, hogy ide volt a benzinszagot. Hát ez nagyon szörnyű. Megfájdul az ember feje. Amúgy szeretem, csak nem ilyen töménytelen mennyiségbe. Tessék, baba. Ebben valaki értett valamit. Nem tudod az ablakot, hogy már nem beteg? Húzzam le! Így jó neked? Nem. Tessék! Fel? Hát akkor megrohadunk itt. Hát de meleg van szívem nagyon. Hú, de a torkán vagy a hangján is hallani, hogy izé... Biztos, hogy be van neki dagadva. Na, mindegy, úgyhogy most irány Komló, aztán majd meglátjuk, hogy mit mondnak. Remélem, nincsenek ötre.
most végeztünk az orvosnál, elmentünk az ügyeletre, aztán kiderült, hogy nincs is ügyelet ott, ahol eddig az ügyelet volt, hanem a Komlón a kórházban, az első emeleten van most az ügyelet, úgyhogy bementünk. Aztán pont ahogy beértünk az udvarra, egy fiatal csávó kiszállt a kocsiból, még mondom, láttam, na, anyát hív. Biztos nem érte. Hát akkor vett fel. Már közben telefonhívás volt. Ja, és akkor kiszállt a kocsiból, még láttam nála egy ilyen kis barna táskát, tehát orvosi táskának tűnt, mondom, lehet ez lesz az ügyeletes doki, úgyhogy fölmentünk az első emeletre, oda beköszöntünk, ott volt egy ilyen idősebb, nem tudom, végülis az asszisztense lehetett, nem? Na, úgyhogy ő volt végül is az orvos, aztán bementünk, de Krisztófernek abszolút nem volt kommunikatív, úgyhogy bármit kérdezett tőle, nem csak nyöszörgött, hát nagyon magas láza van most is. Aztán mondta a doki, hogy mondta neki, hogyha annyit meg tud ígérni, hogy amit csinál vele, az semmi nem fog fájni, úgyhogy utána aztán végül elkezdett feloldódni, mert a doktor bácsi még nem indította el a számítógépet, ugye, mert végül is vele együtt érkeztünk meg, és most már van egy olyan rendszer, hogy a személy igazolványa is kell hozzá, hogy be tudjon lépni ebbe a rendszerbe. De hát az online világ se volt most a kedvünkre. Na mindegy, és akkor mondta, hogy mindegy, akkor most le kell menjen a cuccaiért a kocsiba még egyszer. Mi a párnát akarunk aludni? Hája, ahogy tudjon aludni, gondolom. És akkor mondta, hogy addig hát, ha kicsit feloldódik, aztán jött még egy doki, egy idősebb, ami majd mindjárt fontos lesz, hogy szerencsénk volt, baromi nagy szerencsénk volt. Amúgy tök jó fej volt mindenki. Az az idősebb Zoli bácsi is, aki asszisztens, vagy nem tudom, ő gépel ott a számítógépnél. Meg volt egy nő, aki bejött, az nem tudom, ő is gondolom így ügyeletben van, ő volt a kávéfőzőnő. Jézus Isten, ez hülye, bazd meg! Hát azt hittem, ki is csúszik ide alánk, vagy be. Aztán, na akkor Krisztófernek megnézte a torkát, és mondta is, amire gondoltam, hogy gyulladás, tüszös mandula gyulladása van, mondta, hogy gennyes is a torka, ott a mandulája, vagy iszonyatosan be van neki dagadva. Aztán, hát ugye mondta a doki, hogy hát ő igazából januártól kezdve írhat csak receptet, ez a fiatal, aki amúgy az ügyeletes orvos, de hogy rohadt nagy mákunk volt, mert hogy bejött ez az idősebb doki, és akkor mondta, hogy ki is használná egy kicsit, mert akkor megiratná. Mi? Ott is utalak. Krisztófernek a gyógyszert. Úgyhogy írt föl antibiotikumot a másik doki bácsi. Aztán utána a virágék már lementek, mert már nem bírták. Mondta, hogy nagyon váladékozik is, tehát hallja, hogy le van tapadva a tüdejébe azért valami cucc, úgyhogy mondta, hogy köptetőt mindenképpen adjak neki. Meg ugye nekünk van ez a maszkos ilyen inhalátor, ez a szalvuszvizes, úgyhogy azt mondta, hogy az is nagyon jó, azt is nyugodtan, csak hogy ne estére, mert hogy este köhögteti meg, akkor az annyira nem jó. Aztán mi volt még? Hú, már nem tudom. Aztán virágék végül lementek, ugye? Akkor mi még ott maradtunk, mert akkor még egy csomó mindent kellett ott a számítógépbe pötyörészen. És jött be ez a nőci, aki ugyanúgy ott dolgozott, és közben a Zoli bácsi, az asszisztens, az fölállt, és akkor a doktor úr ült le oda a helyére, és akkor ő pötyögte be a dolgokat. Az, ugye
megy az ambuláns laphoz, és még mondta is a nő, azt mondja, hát Zoli bácsi, azt mondja, magának arany élete van, azt mondja, nálunk ilyen nem volt, hogy a doktor ült a számítógépni, és ő pöttyögött, azt mondja, nekünk kellett mindent csinálni. Akkor utána mondta, hogy főz neki kávét, vagyis hogy a Zoli bácsit kérdezte, kérek kávét, azt mondja, kérek, persze, azt mondja a doktor úr, hát a... Hogy is kérdezte, hogy fizetni kell érte, mert amúgy ő is inna egyet. És akkor mondta, hogy főz. Akkor utána mondja a doki, hogy ki állította ott a papír. Ja, itt csinál. Azt mondja, milyen gyógyszert is írtunk fel neki? Mondom, Augmentin Duo. Vagy... na mindegy, nem tudom melyik. Ambrox, nem? Ambrox valami A betűs. Augmenti. Nem? A receptet. Add már oda a receptet, Móni. Augmentin Duo. Ez van a recepten. És azt mondja, doki, köszönöm szépen. Igazán nincs mit, nálam volt a recept, ugye. Azt mondja, hogy milyen... Ja, az, ne haragudjak, hogy ilyen izé fennakadáson gondoltam, az én életemet te tudnád mondani, elnézést csak kérnél. Azt mondja, hogy ilyen össze-vissza vagyok, azt mondja, kicsit szét vagyok esve, mondom, ezt most engem mond, mintha magamat hallanám. Én meg ott röhögtem, mint az állat, alig bírtam abba hagyni, mondom, ezt hülyének néz. Azt mondja, hát igen, ez van, amikor az orvos és a beteg egyszerre érkezik meg. Azt mondja, de mi ebből a tanulság? Jöjjön előbb a doki. Mondtam, ja. Úgyhogy mondtam, hogy nem gond, már ráérünk. Egyéb dolgunk sem volt, csak idejönni. Aztán ugye 20-szor megkérdezte Krisztofert, hogy hívják, de végülis nem mondta meg. Aztán akkor mondta, hogy jobbulást kíván, meg minden. Akkor elköszöntem. Azt mondja, és akkor végül is mi a gyereknek a neve? Mert ezt nem tudtam meg. Mondom, Somi Krisztofer. Azt mondja, köszönöm szépen. Mondom, igazán nincs. Úgyhogy én ott elröhögcsétem velük, tök jó fej volt. Minden orvos meg ápoló ilyen lenne, mint ők, akkor komolyan mondom, hogy az ember szívesen járna orvoshoz. Most ez hülye hangzik, de ezt komolyan mondom. Tök jó fejek voltak, úgyhogy ott elröhögtem. Már nem is emlékszem, mert nekem mindig, amikor megtörténik, utána kell egy kis idő, hogy letompuljanak a dolgok, és utána jutnak eszembe később, hogy mi volt még ott, mert nagyon sokáig ott voltunk amúgy. Úgyhogy ez volt, most ezt 7 napig kell szednie, és azt mondta, hogy a láz is valószínűleg majd 2-3 nap múlva fog elmúlni, amikor úgy a gyógyszer kifejti jobban a hatását. Aztán, hát most dolgoznom nem kell menni valószínűleg, és ez biztos. Úgyhogy most ez van. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul, vagy hogy javul. Most, ami még habatortán, amúgy nagy szerencsénk volt tényleg ezzel, hogy hogy ott volt a doki, ez a másik, nem az ügyeletes, hanem ez az idősebb. És akkor így megírta a receptet, akkor legalább ezzel nem kell foglalkoznunk. Azt mondja, most megspórolt nekünk doktor úr egy utat. Azt mondja, hát szívesen segít, hogyha úgy van. Aztán, és mondta ez a fiatal doki, azt mondja, hát nem mindenki ilyen. Hát, és annyira tényleg ilyen, így van, hogy miből állt neki írni egy szaros receptet. Mármint, hogy tök jó fej volt nyilván, de hogy a többi ember miért nem tud ilyen lenni? Vagy orvos, vagy bárminek is nevezze. És az valószínűleg, aki ilyen, hogy nem ír, az a betegeivel is egy büdös paraszt. Azt mondja, most neki nem állt semmiből, azt mondja, szívesen segít. Úgyhogy aztán akkor én is megköszöntem neki, mondom, hogy mi is köszönjük, hogy legalább ennyi. Mert hogy Komlóról most el kell mennünk Ponyhádra, ugyanis Komlón nincsen ügyeletes gyógyszertár, bár mondjuk ezt nem is értem. Ennek nagyon sürgős ennek a motorosnak. Ez meg mit csinál? Keresztbe át a szebb jövőt? Atya úristen, ez mi a kurva anyját csinál ez a faszi?
Se nem indexel, bazd meg! Te egy igazi faszkalap vagy! Ezt meg kell, hogy mondjam. A Mazda 6-osodda, te barom. És nézd meg! Én olyat belerugok, bazd meg! És ugyanígy amikor az a BMW-s jött előttünk. Amikor a Katival volt. Én nem voltam ott. Ja, a temperás ügy! Amikor itt szüttyog ott, bazdmeg, és nem lett sem erre. Hát már rádukálom. Hát de, bazdmeg, ezt a faszkalapokat, Isten, és ilyenek, érted, jogosítványt kapnak. Kapnak, bazdmeg. Kapnak a kurva anyjuk picsáját. Akkor ne káromkodjál, amikor ilyen telibe baszott hülyékkel vagy körülvéve, bazd. És utána meg majd kitapossa a belét a kocsinak, figyeld meg. Röcsfej. Ja, úgyhogy most megyünk Bonyhádra kiváltani a gyógyszert. Átfogtam a vizsgát. Milyen vizsgát? Holnap. Nem. Ha vizsgáztunk, holnap már nem fog kérdezgetni. Hát igen, próba, de viszont vizsga, holnap még gyógynom se kell. Hát azt majd én megmondom. Ja, úgyhogy most irány Bonyhád, aztán majd még jelentkezünk. De biztos történik valami, hogy nincs ez a gyógyszer, vagy hát nem mert simán. Hétfő van. Nem mentem dolgozni. Egész héten táppénz. Majd pénteken kiíratom magammal, akkor szombaton már megyek. Azt mondjuk elfelejtettem mondani. De hát úgyis addig még telefonálnom kell. Meg vagyok zuhanva, nekiálltam takarítani, de úgy fáj mindenem, hogy remélem én nem kapom el, mert akkor aztán tyúhaj lesz. A nappaliba az ablakot megpucoltam, a folyosón megpucoltam azt a hosszú fektetett ablakot, a bejárati ajtót megpucoltam, akkor a nappaliba fölganyíztam, lemosta azt a csíkos tapétát, mert az is már nem is tudom, mikor volt utoljára. Főznem nem kell, mert van paradicsomleves, a virágiknak hoztak, a Bencinek volt az első áldozás, vagy mi, valami ilyesmi. Bérmálkozás, mit tudom én, nem értek ehhez. Úgyhogy önálluk ebéd volt, meg minden süti, ez az amaz. Aztán az anyukája csomagolt, úgyhogy nem kell főznem, meg nem is tudnék. Nagyjából készülök a nappalival, a konyha kész, még egy mosogatást be kell raknom a gépbe. Aztán akkor megvagyok. Nagyon fáradt vagyok most jelenleg, de majd összeszedem magam idővel, csak most még kell egy kis idő. Hát ez így jó. Akkor a kávémnak támasztom neki csak először. Majd lelök ki a kávét, Manyi. Hú, Christopher még éjjel is lázas volt. Már este belázosodott 39. Ez a gumitok, ez szörnyű. 39.3 volt a láza. De most úgy vettem észre, még akkor reggel hányt, meg köhögte föl ezt a valamit. De úgy vettem észre, hogy most kicsit jobban van. Meg már nem is lázas. De hát ugye éjjel adtam neki lázcsillapítót, úgyhogy lehet, hogy azért nem lázas, szóval nem tudom. Most ezt a flamborin cseppet használjuk.
De hát még azért kell takarítgatni, viszont az udvart is, itt is a garázsba is azért nagyjából itt ki leganyíztam az asztalt. Itt az udvart is egy kicsit, majd még söpörnöm kell, mert ezek a kutyák, ezek kikaparják örökké a földet. Úgyhogy azt majd leganyízom. De péntekig ráérek, szóval annyira nem sértem el a dolgokat. Mindig egy kis falatot csinálok. Meg fát kell még majd várni, most tök jó idő van, de ma nem biztos, hogy lesz. Christopher, azonnal bemész papucsért. Oda tettem neked a papucsot. Almát? Jó, hozok. De menjél vissza. Menjél vissza, mert nem kapsz akkor. Ott, ahol kijöttél, ott menjél vissza, és jövök, és itt adok neked mindjárt almát. Húzzál papucsot akkor, ha ki akarsz jönni. Oda tettem az ágyhoz. Zokniba. Bazd meg. Hát én nem is értem. Most ez a... Hát most nem onnan számítom, mert Kattival ittunk egy kávét. Úgyhogy amióta ő elment, és most 2:30 van már. Szóval, na mindegy, olyan 10 órától 2:30-ig, most ez a második szárcigim. Nem mondom, ha megállok, akkor... De mondom, leülök most elszívni egyet, de hát nem lehet, Móni. És én most pucolok még neki almát, most csodálom, eszik. Főztem paradicsomlevest, ugye már senki nem evett még belőle, még én se. Csak megfőztem, azt beraktam a hűtőbe, mikor kihűlt. Úgyhogy most abból evett egy picike tányérral, akkor 2 harapás banán, de most az alma az ízlik neki, úgy tűnik. Úgyhogy azt mindjárt pucolok egy felet. Hú, baker! Szedd össze magad, Vica! Itt majd kisöprök, tegnap is kisöpörtem, de hát tök mindegy volt. De jó itt a napon. Komolyan rabattam. Na, menjünk be. A kávémat se tudtam meginni. Nem tudom magam kipihenni, vagy tényleg beteg leszek, nem tudom, olyan fáj mindenem van. Szerintem itt hagyom ezt a kávét. Úgyse iszok bent. A lépcsőt le kellett mosnom. Megyek már! Mit? De miért dobtad el? Menjél be! Én is jövök. Nem kellett. De nincs is papucsa. Ez is egy különböző pár. Na. Azt megpucoltam, mert ma olyan rettes volt, mint a dög. A lépcsőt fölmostam, letakarítottam, mert mi volt? Idehányt csóró, fölkölgte ezt a cuccot. Ezt az ablakot megpuceráztam, az ajtót letakarítottam, mert ugye a kutyák mit művelnek vele kívül belül. Nem is látszik, mert fényes. Az is kész. Itt is nagyjából, jó, ezeket kinhagyom, Ropi, meg ez a rákcsálni való, meg ezt kinhagyom, hogy néha igyak is. Anya. Tessék. Te ott jöttél? Én ott jöttem, szerelmem. De már vártál akkor, hogy ott jöttél? Ott vártál, aztán nem is ott jöttem. Mosok közben, mint az állat, mert az sose fogy el. Az mindig van, Ganyi, de itt is nagyjából eltakarítottam. Ezt a sok izét, ezt innen dzsúváztam ki. Ezt is lemostam. Itt végig mindent letörögettem. Ez csupa létszar volt, és már megint az. Komolyan,
A tévé csupa létszar volt, azt lepucoltam. Azt nagyon patika ez az ablak. Krisztofert begyújtottam, úgyhogy ezt becsukom, szívem. Ne fűtsünk már kifele, mert ettől megőrülök. Pucolom neked az almádat. Meg ezt fölraktam ideig, és amíg az ajtó, ez ide fog kerülni, ezt nem tudom, hogy mondtam-e. Csak jóval magasabb, meg keskenyebb, úgyhogy lehet, hogy ebbe fogom behelyezni a tokot. És akkor majd valahogy színbe hozom, vagy a fent se tudja. Mindegy, és most úgy vagyok, mint Peti, fölbunkiztam magam, hogy ne menjen el a meleg. Ja, itt is mindent letakarítottam, elganyéztem, ezeket közben kihoztam a szobákból, meg ez, ennyit kell elpakoljak, és akkor itt rendben van. De ott is megpucoltam az ablakot. A csempét lemostam. A csempam. Na. Ennyi. Mindjárt kapott szerelme. Meg a mosogatógéből anya addig kipakol. Meg ez be, és akkor meg vagyok. Mára be is fejeztem. Ja nem, mert még fel akarom a nappalit porszívózni. Láttam, hogy milyen nagyot kaptam. Igen, almát. Még egyet. Apától. Tessék. Mert mindjárt még azt megpucolom, azt beviszem. Ja, úgyhogy pont az apja el akarta vinni, de mondom, beteg. Kérdezte, kell-e valami? Hát mondom, nem tudok semmit, meg nem is nagyon eszik. De mondom, azt mondja, hogy gyümölcs, sem mondom, az almát, meg banánt, azt hozhatsz. Kicsit tudok elmenni boltba. Katival meg magamnak hozattam magnéziumot, meg tejet a kávéhoz. Meg a Krisztofer ugye zsákszám eszi. Elvittem innen a szárítógépet, hogy ugyanígy át tudjunk majd járni, ahogy eddig. Most ide vagyunk bealmolva, mert most kim van a nappaliba. Nem akarom a szobába, mert így jobban el van, hogyha én itt teszek-veszek. Akkor van egy zsák cucc, azt az Évi el fogja vinni valamelyik családnak, nem tudom, majd ő intézi. Úgyhogy ennyi. Amúgy ezt a virágot nyertük tombolán. Érdező. Megérte. Ja, na én bepakolok, kipakolok, elpakolok, lepakolok. És akkor itt mindjárt rend lesz. Sicsúgy! Kész. Nagyjából. Jó, majd még lesz mit csináljad, de ez már. Teljesen jó. Mit kértél? Egy mi volt? Elég volt, azt mondta, ha nem eszik többet. Hú, de fáradt vagyok. Na, én majd még folytatom itt is. Elganyézom. Éljetek, ahogy tudtok, majd jövök. Arrivederci.